A granadai informális Európa csúcs zsákutcában végződött, mivel a 27 EU vezető nem tudott megegyezni a migráció kérdésében. Magyarország és Lengyelország erősen bírálta, hogy az új migrációs paktumról szóló tárgyalások tiltakozásuk dacára haladnak előre. Orbán magyar miniszterelnök péntek reggel ezt úgy fogalmazta meg, hogy jogilag megerőszakolták Magyarországot és Lengyelországot. Órákig tartó tárgyalások után Budapest és Varsó állam- és kormányfői blokkolták az ügyben tett közös nyilatkozatot, így csak az Európai Tanács elnöke adott ki egy dokumentumot. On doit effectivement mieux protéger. Valóban jobban meg kell védenünk az Európai Unió külső határait. Támogatnunk kell azokat az országokat, amelyek az Európai Unió határainak védelmében a frontvonalon vannak, és aktívabbnak kell lennünk, mert több bűnözői csoport él vissza a sebezhető pontokkal, és nem ezeknek a bűnözői csoportoknak kell eldönteniük, hogy kinek van joga belépni európai területre. A vezetők megállapodtak abban, hogy megerősítik a technológiai, védelmi, energia függetlenségi együttműködést és az EU-nak a világ többi részével való kapcsolatát. A blokk bővítésével összefüggésben az EU-27-ek a reformok felgyorsítására szólították fel a tagjelölt országokat. Az Európai Bizottság elnöke azt mondta, nincs gyorsított belépés az EU-ba. Az EU-hoz való csatlakozás folyamata érdemeken alapul. Ez ma is nagyon világos volt a megbeszélésünk során. Nincsenek lerövidített utak, nincs automatizált csatlakozás az Európai Unióhoz. Ez érdemeken alapul. Egy nappal az EU csúcs előtt Granada adott otthont a kontinens uniós és EU-n kívüli országainak legnagyobb éves összejövetelének, az Európai Politikai Közösség ülésének. Ám az áttörés az olyan kulcsfontosságú konfliktusoknál hiányzott, mint a kaukázusi hegyi Karabah vagy a Szerbia és Koszovó közötti konfliktus. Az Európai Unió vezetőinek ez az informális csúcstalálkozója kétnapos nemzetközi találkozót zárt Granadában. Annak ellenére, hogy 50 elnök és miniszterelnök jött össze, ez a két találkozó kevés eredménnyel zárult, egyértelmű előrelépés nélkül. Bár kétségtelenül ez volt az ideális forgatókönyv, Spanyolország megbízott miniszterelnöke Pedro Sánchez nemzetközi megítélése számára, aki a kinevezéséről szóló tárgyalások közepén tart.